harcolta kellene a szónak élt. Ugyanúgy élt, ahogy beszélt. Amit mondott, amit írt, azon csendben felnőttem nem zenét. Egy üldözött, ki csak könyvet írt. Leírta a mosolyt és a kint. Nem tudom, kit miért zavar. Írni tudom, pontalan magyar. Száműzöttként élte életét. Megvolt, de nem hiába élt. Sírjában legalább békében élt. Magyarként hálával, nagy hálával köszönöm szépen a mi testvéreinknek és barátainknak, akik ezt a mai estét megszervezték, mint egy nékünk ottani küzdelmeinket megkönnyítették, és érezzük azt, hogy nem vagyunk magunkra utalva, és az ő segítségükkel is, amit a rossz indulat megrontott, Vas Albert tanításán kapcsán ismét a széthány köveket összegyűjtjük, és lelki templomokat, lelki emlékező helyeket építhetünk. Még egyszer köszönöm szépen a szervezőknek, a mi péceli testvér barátainknak, és kérem a Jóistent, áldja őket meg, és segítse minden olyan munkálkodásukban, ami család és nemzet szolgálatában gyümölcsöt hoz. Köszönöm szépen! Azon képen arat, mert elfut a víz, kőből.